Szűcs Gábor vagyok, Debrecen Egyetem Történelmi Intézetének leendő harmadéves hallgatója, kutatási témám pedig a 20. századi magyar tánc, sport és egészségtörténet, ezenből a szakdolgozatom a vívás hortikori történetéről szól. Jó magam is vívok, és vívóként nagyon érdekes látni azt, hogy milyen kicsit olyan emberekkel foglalkozni, akik már olimpiai bajnokok lettek, magas állami kitüntetések birtokosai lettek abban a korban, amikor nem tekintettek vívóversenynek egy olyan vívóversenyt, ahol magyar vívó nem indul. A kutatásomban nagy segítségemre van Bart Róbert tanár úr. Detektorként olyan dolgokkal foglalkozhatsz, amivel te szeretnél. És ehhez nagyon-nagyon komoly segítséget jelent az, amikor részint egyéni témavezető tanárunk van, aki már az elejétől kezdve igyekszik segíteni minket, olyan könyveket ajánl a figyelmünkben, olyan forrásokat kínál fel számunkra, amelyekből ténylegesen első kézből tapasztalhatjuk meg azt, hogy milyen is volt az a korszak, amikor elhangozhatott egy olimpia utáni ankéton az, hogy a világ legkeményebb mezőnye, világ legkeményebb kardvívó mezőnye az a magyar bajnokság. És hogy milyen is volt az a magyar vívás a horti korszakban? Milyen volt az, amikor az általános iskolásokat már levente oktatók szembesítették azzal, mit is jelent magyar kardot fogni? Én azt mondom, hogy egy iszonyatosan részletgazdag, iszonyatosan csodálatos világ volt ez, ami attól függetlenül nem csinált még professzionális sportolót a olimpikonokból. Volt ugyan egy-két ember, aki elég jelentős bevételre tett szert pénzdíjas versenyek megnyerésével, aki a Napfény Ide című filmet megtekinti, az megismerkedhet például Petsauer Attila életének bizonyos részleteivel. Ő volt az, aki gyakorlatilag az örök második volt. Egy jobból nem lett olimpiai bajnok, ott voltak rajta kívül más magyarok is. 1980-ig nem volt olyan olimpia, ahol magyar vívó elindult, és ne született volna legalább egy, de inkább több magyar vívó aranyére. Kutatásom során azt igyekszem feltárni, hogy milyen is volt a magyar vívás hőskorában tekinthető horti korszakban a sportág élete, hogyan élték meg a versenyzők az akkori jelenben, majd a tanítványok a jövőből visszatekintve azt az időszakot, amikor a világ még nem tekintett igazi vívóversenyek olyan olimpiát, ahol nem voltak ott a vízen. Elek Margit írja le részletesen visszaemlékezéseiben, hogy a doktornak vezet fővívómester óráj milyen szigorú alkotott, és mégis igencsak toleráns légkört teremtett maga köré. Arra kérek mindenkit, hogy nézzen rá a fényképre, és próbálj meg megismerni a jobb felső szélen álló úriembert szemüvegben. Igen, Ságvári Endrőről van szó, későbbi illegális kommunista mozgalomban mártírpal átkalt úriemberről, akik mellette állnak, az öltönyösüket nem nézve, egyébként lendő nyilas tisztek. És érdekes módon dr. Baj Béla leírja a visszaemlékezésében, hogy soha semmilyen politikai vita nem állt fel köztük. Ennyire toleráns légkörül alkotott a jó világában ekkor. Tolerancia kérdésében szót kell ejteni a zsidóságról és a nőkről, természetesen. A vívás, mint a nemesi úri kultúra szimbóluma igen vonzó volt a jórész zsidó származású polgári középosztály és nagypolgárság számára, azonban 1914 előtt kor legnagyobb egyesületei az NTI és a MAC elzárkóztak a befogadásoktól, így került sor a egyértelműen zsidó kötődésű MTK megalapítására. Emellett számos mestert és szantelyet is magánúton látogatták, így kerültett arra sor, hogy az első olimpiai sikert Fuchs Jenő, egyébként zsidó származású vívó vívta ki, aki egymaga 4 aranyérmet hozott haza 2 olimpiáról.